Mesék a Bibliából. A teremtés. Egyszer régen, réges régen, még nem volt semmi. De tényleg, semmi. Ezért Isten, igen, ő itt Isten, megteremtette az eget és a földet. De a földön és az égen se volt semmi, csak a nagy sötétség. Ezért Isten gondolt egyet. Legyen világosság. És világosság lett rajta. Látta, hogy a világosság jó, ezért inkább elválasztotta a sötétségtől. Így lett nappal és éjszaka. Hát akkor most jöjjön egybe a sok víz. Hadd lássam a földet. Úgy is lett. A vizekből lett sok tenger és óceán. Szép. Akkor nőjön ki a sok növény, fű, bokor és gyümölcshozó fa a földből. Úgy is lett. Kinőttek a fák és a bokrok. Ez már tetszik. Akkor legyenek világító gömbök az éget. A nappal világított nevezik napnak, az éjszakait pedig holdnak. És őt kísérjék szép fényes csillagok is. Úgy is lett. A két égitest váltotta egymást az égen. Ez jó. Akkor legyen tel is tel a föld mindenféle állatokkal. Így a föld megtelt élettel. Hát ez nagyon jó. De még valami hiányzott. Isten sokat gondolkodott, de végül rájött. Megvan, megteremtem az embert, aki uralkodik a föld és a tenger élő lényein. A föld porából gyúrta az embert, és belelehelte az életet. Legyen a neved Ádám. Ádám? Ez jól hangzik. Ádám, beköltözhetsz a paradicsomba, ahol minden finomságot megtalálsz. Na, hogy tetszik? Wow, nagyon köszönöm. De vigyázz, mert a kert közepén van egy fa. Na, arról még véletlen se egyél. Úgy is lett. Ádám elkezdte elnevezni az állatokat. Na, akkor ez itt legyen a ló. Az meg a krokodil. Ez pedig mondjuk a papagáj. Amikor elfáradt az állatok elnevezésében, álomba szenderült, és Isten az oldalbordájából megformált neki egy másik embert, a nőt. Jaj, de szép! Akkor a te neved legyen Éva. Éva? Igen, én Ádám vagyok. Szia, Ádám! Isten 6 napon át teremtett, de a 7. napon elfáradt. Azóta az emberek vasárnap mindig pihennek. Folytatjuk. És iratkozzatok fel!